A közgyűlésen elnök úr viccesen megjegyezte, hogy ha a Lékenz úr nem lesz sikeres, akkor agyonütik. Mit kell tennie a szövetségi kapitánynak, hogy ez ne történjen meg, illetve hogyan értékeli a bemutatkozását a válogatott élén? Hát azt gondolom, hogy az a két meccs az még nem teljesen ad alkalmat arra, hogy értékeljük a munkát, viszont amit láttunk a két meccs közötti változást a válogatott játékában, az már bizakodással tölt el bennünket, hiszen skótok ellen jól játszottunk. Én azt remélem, hogy a júniusi barátságos mérkőzéseken még jobb játékot fogunk produkálni, második meccset játszok itthon az ausztrálok ellen, és ott már úgy azt szeretném, hogyha egy olyan játékot látna a közönség, hogy azt gondolják, hogy bizakodóan nézhetünk a szeptemberben kezdődő Európai Nemzetek Ligája elé. Azt is megemlítette, hogy sok akadémia működik Magyarországon, nagyon sok fiatal labdarúgónk van, sok a tehetség, viszont kevesen jutnak el addig, hogy NB1-es klubban komoly szerepkört töltsenek be, vagy külföldre szerződjenek. Miben látja ennek az okát? Hát az MLS nagyon fontosnak tartja a tömegesítést, de nagyon fontos a tömegesítés révén, a nagyobb választékból egyre több jobb minőségű játékos kerüljön top bajnokságokba, NB2, NB1-be vagy külföldi top bajnokságba. Én azt gondolom, hogy a mostan bevezetett új rendszerrel, amikor az nevelő egyesületeknek a munkáját is díjazzuk azzal, hogyha egy-egy játékosok ezekbe a bajnokságokba kerül és pályára lép, ez megfelelő ösztönzést ad mindenkinek, és bízom abba is, hogy a egyre erősödő edzőképzés, főleg koncentrálunk a fiatalokkal foglalkozó edzők képzésére, szintén meghozza azt az eredményt, hogy több jó szakember fog a gyerekekkel foglalkozni, és ezekből több kiváló labdarúgó kerül elő.